Hare Krishna. Folytatjuk a Rámaján felolvasását, és a harmadik könyv 8. fejezetéhez érkeztünk, melynek címe Az óriás. Hát, ilyen nagyon felhős, meg lehet, hogy mindjárt besötétedik, úgyhogy azért már fejlámpa ide van készítve. Persze a hallgatósággal, de nagyon szép, látványos. Csak jön valami eső felhő. Na, pillanat. Na, kicsit megtöröltem a objektívet. Szóval a hallgatóság felkészült, és kezdjünk a ráhangolódó mantrákkal. Omegyene timirendesi agyananjana salakaya chakshuru militam yena tasmai shri guru ve namaha nama om vishnu padaya krishna prishtaya bhutale shrima te bhakti vedanta swaminiti namine namaste sarasvate deve guravani pracharine nirvishesha shunyavadi paschatya deshattarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Harmadik könyv, 8. fejezet, Az óriás. Rávana feldúltan tért vissza palotájába. Ráma úgy győzte le, mint egy oroszlán az elefántot, s megalázva érezte magát a vereség miatt. Amint eszébe jutottak Ráma kivéthetetlen nyilai, töprengeni kezdett, mit tehetne ellene. Hívatta a hadvezéreit, és a nagy rákszaszák a tanácsterembe siettek. Rávana a trónján ült, s fő emberei mind helyet foglaltak körülötte. Rávana a trónján ült, és fő emberei mind helyet foglaltak körülötte. De a rákszasza király végignézett rajtuk, és a Ráma elleni harc után még mindig remegve így szólt. Minden vezeklésem és lemondásom hiába való volt, hiszen egy egyszerű földi halandó legyőzött. Brahma áldása nem véd meg az emberektől, és azt hiszem Ráma az a király, akire annak idején Anaranya utalt, akit megöltem. Védavati átka is élénken él az emlékezetemben, minden bizonnyal Szita alakjában született újjá. Azoknak a jóslata, akiket látnoki képességgel áldott meg az ég, mindig beteljesedik. Hős rákszaszák, fontoljátok meg, amit mondtam, és védelmezzetek minden erőtökkel. Rettentő veszedelem leselkedik rám. Rávanának ekkor eszébe jutott Kumbhakarna. Épp itt az ideje, hogy felébredjen. Ha a hatalmas Kumbhakarna kivonulna a csatamezőre, a majmok azt sem tudnák, merre meneküljenek. Harc közben e félelmetes rákszasza minden képzeletet felülmúlva óriásira nő. Egyetlen lépésével szét tud taposni egy egész hadsereget. Egy-kettőre ellátná a baját Ráma majmainak. De hogyan ébresszék fel? Brahma áldása inkább átok. 6 hosszú hónapra a legmélyebb álomba merült, megfeledkezve mindenről. És még csak 10 napja, hogy lefeküdt. Rávana kiadta a parancsot, több ezer katona vonuljon Kumbhakarna barlangjába, és csapjanak olyan zajt, hogy felébredjen. A rákszaszák már szaladtak is a nagy rákszasza föld alatti birodalmába. Félretolták a hatalmas kapukat, és beözönlöttek a terembe. Ám amint beléptek, fülükhöz tapasztott kézzel próbáltak menekülni. Kumbhakarna horkolásától majdnem megsüketültek. Aztán a süvöltő szélvihar ellen kellett tenniük valamit, mert a démon úgy lélegzett, hogy élőt, élettelent elsöpört a közeléből. A hatalmas termet mennyei drágakövek fénye ragyogta be, s a barlang mélyén meglátták Kumbhakarna hegyként tornyosuló testét. A rákszaszák az alvó szörny mellé töménytelen mennyiségű húst és más ételt tettek nagy halomban. Antilopok, bölények és medvék kerültek az egyik oldalára, nagy bödönökben vér a másikra. Mennyei illatszereket locsoltak rá, és szantálpéppel kenték be a testét. Drága füstölőket gyújtottak, és a jatudánák, az udvari énekesek költeményeikkel magasztalták. A rákszaszák tapsoltak, mennydörögtek, bömböltek, mint az oroszlán. Ütötték a dobokat, és fújták a kagylókürtöket, ahogy csak a tüdejükből kifért, hogy minél nagyobb hangzavar kerekedjék. A barlangból felhangzó szörnyű ricsaj hallatán az erdő összes vadállata elmenekült, s a madarak ijetten pottyantak le az égből. Kumbhakarna azonban meg sem mozdult. A hatalmas erős rákszaszák
Ekkor buzogányokat, dorongokat, sziklatömböket és nagy, lapos kardokat ragadtak, és ütni-vágni kezdték az óriást. Több száz démon ugrott a mellére, és kemény öklükkel csépelték, ahogy csak bírták, még egy hatalmas szélvihar le nem sodorta őket. Kumba karna kifújta a levegőt. 10 000 rákszasza körülállta, és torkuk szakadtából mind ordítani kezdtek, meg öklükkel verték, de minden hiába. Kumba karna tovább hortyogott. A démonok egyre hangosabban igyekeztek felébreszteni. Még nagyobb zajt csaptak, teljes erőből ütötték a dobokat, és az óceán mélyének legnagyobb kagyló kürtjeit szólaltatták meg. Volt, aki az óriás haját tépte, mások a fülébe haladtak. Több száz vödör vizet locsoltak az arcába, és minden hiába. 1000 elefánt vágtázott fel, s alá Kumba karna testén, közben a katonák tövestől kitépett szálfákkal ütlegelték. Végre aztán megmozdult. Valami erőtlen viszketés félét érzett, így aztán kinyitotta a szemét, és nyújtózkodni kezdett. A rákszaszák és elefántok szanaszét gurultak, ahogy az óriás felült és ásított egyet. Tátott szája egy másik hatalmas barlangnak látszott, két fénylő szeme pedig két szikrázó csillagnak. Kumba karna kinyújtotta a karját, és ami étel a keze ügyébe került, az mind a szájába tömte. Sok-sok vödör vérrel és borral, aztán leöblítette a reggeliét, s végre úgy tűnt, jól lakott. A rákszaszák közelebb merészkedtek, és nagy tisztelettel leborultak előtte. Ámos szemmel rájuk nézett, és két ásítás között megkérdezte tőlük. Miért ébresztettetek föl szendergésemből? Remélem, rá van a fivéremnek semmi baja, és Lanká városában minden a legnagyobb rendben. Vagy talán veszedelem fenyeget benneteket? Ha így van, azonnal indulok, megszabadítalak mindnyájatokat a félelemtől. Kérlek, rákszaszák, mondjátok meg, mit tegyek? Rettentő veszedelem szakadt ránk, felelte Rávana egyik tanácsadója, Jupaksa. Hatalmas hegyhez hasonló majmok serege ostromolja városunkat. Mind olyanok, mint az a majom, amelyik Aksa herceget megölte, és felgyújtotta Lankát. Élükön Ráma áll, akiben Szitá elrablása miatt ádász halag lobbant. Még urunkat, Rávanát is legyőzte egy csatában, de aztán meghagyta az életét. Kumba karnát nem lepte meg a hír. Ő már annak idején figyelmeztette bátyját, hogy jó lesz vigyázni a Rámával. Elérkezett az idő, a végső csatát nem lehet többé elkerülni. Ráma most meg fogja mutatni, mire képes. Még ma megtisztítom a földet a majmok seregétől, menj, dörögte Kumba karna, hogy hangja megremegtette a barlangfalait. A rákszaszák boldogan lakmározhatnak majd húsukon. Én magam, Ráma és Laksvana vérét fogom inni. Kumba karna talpra szökkent, s kimosta az álmot a szeméből. Aztán innivaló után kiáltott és gyorsan lehörpintett 2000 vödör nehéz bort. Bortól és harcilásztól mámorosan elviharzott Rávana palotája felé, és lépteitől döngött a föld. A rákszasza szolgák még mindig ott loholtak mögötte, összetett kézzel, s himnuszokkal magasztalták az óriást. Amikor a majmok meglátták a csillogó fejéket viselő Kumba karnát hatalmas hegyként Lanká fölé emelkedni, megdermedtek a rémülettől. Szörnyű félelem szorította össze a szívüket, s menekültek, amerre láttak. Futottak Ráma sátrához, hogy jöjjön és nézze meg. Ráma íjával a kezében kilépett a sátorba, és megpillantotta az óriási szörnyet, akinek teste 1000 csillag fényével tündökölt. Ámulatában elkerekedett a szeme. Ki ez a fényes, ragyogó, hegyként imbolygó óriás? Kérdezte Vibisanát. A majmok már a látványtól is hanyat homlok menekülnek. Sohasem láttam még hozzá hasonló teremtményt. Ez a démon rá van a rettenthetetlen öccse, aki Indrát és az összes félistent legyőzte egy csatában, felelte Vibisana. 10 000 éve roppantotta össze és falta föl a hős daitjákat és dánavákat. Számtalan élőlényt evett már meg életében, s a félistenek attól féltek, elpusztít minden teremtett lelket a világon. Brahma azonban okosan kieszelte, hogy aludni küldi Kumba karnát. Rávana minden bizonnyal azért ébresztette föl, hogy a csatába küldje ellened, akitől annyira fél. Azt tanácsolom, mondjuk azt a majmoknak, hogy Kumba karna csak egy gép, amit a démonok építettek. Másképp a majmainknak inába száll a bátorsága, és elfutnak a csata elől.
Ráma elmosolyodott. Nincs csak a félelemre, ő maga fog szembeszállni a rákszaszák óriásával. Parancsot adott Nílának, hogy tüstént állítsa hadrendbe a sereget, és nyugtassa meg a harcosokat, hogy ő személyesen bánik majd el a szörnyel. A majmok hegycsúcsokat, fákat és más fegyvereket ragadtak, körbevették Lanká városát, és várták, mikor bukkan fel Kumbhakarna. Ráma Lakshmana mellett állt, mindkettőjük kezében ott nyugodott, félelmetes íjuk. Eközben Kumbhakarna, aki úgy váltogatta alakját, ahogy kedve tartotta, megérkezett Rávana palotájába. Bátyját a puspakán találta magába roskadva aggályok között. Miben szolgálhatlak, nemes fivérem? Kérdezte Rávanától, s a lábaihoz borult. Rávana örömmel pillantott fel, s hellyel kínálta egy ragyogó trónuson. Ó, vitéz öcsém! Nézd csak, Lanká erdeiből és ligeteiből majmok hullámzó tengere lett. Sokat megöltek a legerősebb, legnagyobb ráksasza hősök közül, és sehogyan sem tudom legyőzni őket. Te vagy az egyetlen reménységem. Nem látok más módját annak, hogy felülkerekedjek ezen a majomseregem. Drága öcsém, te annyiszor szétmorzsoltad már a félistenek és a daitják hadait. Ments meg, és semmisíts meg Rámát, meg követőit. Hát nem figyelmeztettelek? Lobbant haragra Kumbhakarna. Most aztán learathatod meggondolatlanságod és megbocsáthatatlan bűnöd gyümölcsét, amiért elraboltad Szítát. Ha hallgattál volna jó akaróid tanácsára, és bölcsen cselekedtél volna, most nem lennél ilyen bajban. Mahódara, aki hallotta Kumbhakarna szavait, Rávana védelmére kelt. Királyunk nem követett el semmi rosszat azzal, hogy magával hozta Szítát, mondta. Minden élőlének kötelessége, hogy gondoskodjon saját boldogságáról. Még a becsület és az erény is csupán eszköz a boldogság eléréséhez. Nem követett el bűnt, amikor elrabolta a hercegnőt. Rávanának sem tetszett, hogy Kumbhakarna a szemére vetíve tettét. Mi azt na most a szónoklásnak, tört ki dühösen. Soha ilyen veszedelemben még nem forogtunk. A tettek ideje jött el, s nem a szavaké. Akár helyes volt, amit tettem, akár nem, most cselekednünk kell. Nyugodj meg, kedves bátyám, vigyorodott el Kumbhakarna. Csak azért beszéltem így, mert szeretlek. Egy jó akarónak mindig kötelessége jó tanáccsal szolgálni. Harcolni fogok, semmitől sem kell félned többé. Hamarosan látni fogod, amint majmok holteste borítja az egész csatamezőt. Elhozom neked Ráma fejét, Szugrivát, és a többi majomvezért pedig mind felnégyelem. Kumbhakarna mellét döngetve hosszasan dicsekedett erejével és vitészségével, és egyre jobban feldühödött. Még ha Brahmá, Indra vagy Jamarács jelenik is meg a csatatéren, az sem bánja. Ráma és hadserege nem menekülhet. Ó, Kumbhakarna, szólalt meg újra Mahódara. Erős vagy és vakmerő, de egy percig se gondolt, hogy képes leszel legyőzni Rámát. Egyedül végzett 40 000 ádáz ráksasza harcossal, és most is egyre csak tizedeli a seregünket. Nem hiszem, hogy bölcs dolog folytatni vele a háborút. Mahódara félt. Azt tanácsolta Rávanának, hogy csellel próbálja megnyerni magának Szítát. Győzze meg, hogy Ráma elesett, és akkor az övé lesz. Az majd megfossza Rámát minden erejétől. Hallgass, gyáva, förmet rá a két hatalmas ráksasza. Ez a tervünk már egyszer dugába tölt. A csatát nem kerülhetjük el, ha csak vissza nem adjuk Szítát, de arról ne is álmodjon Ráma. Ó, király, dörögte Kumbhakarna, most indulok, s jóvá teszem tetted, amivel oly nagy bajt hoztál a fejünkre. Haszontalán tanácsadókkal vagy körülvéve, mint ez a Mahódara is, akik félelmükben mindenre rábólintanak, és egyre nagyobb veszélybe sodolnak, amitől aztán nem tudnak megmenteni. Szerencséd, hogy itt vagyok én, és megvédelmezlek. Öccse eltökéltsége láttán Rávana megkönnyebbülten felsóhajtott. Most már biztos, hogy nem érheti baj. Senki sem éli túl, ha a Kumbhakarnával találkozik a csatamezőm. Végre elérkezett a ráksaszák dicsőséges győzelmének napja. Rávana felugrott, és egy gyönyörű aranyláncot akasztott öccse nyakába. Egymás után vette le magáról a drágaköves ékszereket, s mindet Kumbhakarnának ajándékozta, míg végül illatos virág füzérei is mind öccse nyakába kerültek. Kumbhakarna felöltötte arany mellvértjét, becsatolta hatalmas sötétkék övét.
ahogy döngő lépteivel megindult, a lemenő nap fényében tündöklő hegységnek látszott. Először rávon a fegyver tárába sietett. Kiválasztott egy vörös virágfűzérekkel és finom szantálpéppel díszített láncsát. Lángnyelvek csaptak ki a rettentő fegyverből, ami úgy ragyogott, akár Indra villáma, és épp oly hatalmas is volt. Kumbhakarna megmarkolta a láncsát és elviharzott a kapu felé. A rákszaszák táborában ezernyi dob szólalt meg, s felbuktak a kagylókürtök. Rávon a vitéz öccse egy 600 íj magas és több mint 1000 íj széles alakot vett fel, s méltóság teljesen vonult a csatatér felé. Szekéren vagy elefánton rettenthetetlen rákszasz katonák ezrei kísérték, míg mások tevék, szamarak, oroszlánok, kígyók, antilopok és madarak hátán követték a csatába. Az ijesztő külsejű démonok buzogányokat, kardokat, láncsákat és íjakat tartottak kezükben, és vérfagyasztó üvöltésük messze visszhangzott Lankás szigetén. Ahová csak néztek, baljós jelek figyelmeztették őket a veszedelemre. Sűrű, sötét felhők takarták el előlük a napot. Szünet nélkül villámlott és mennydörgött. Remegett a föld. Fejük fölött madarak köröztek jobbról balra, és egy hatalmas kesejű Kumbhakarna szekerének zászló rúdjára szállt. Kumbhakarna bal szeme és karja rángatózott. Lángoló meteor süvöltött az égen, és irdatlan csattanással a földbe csapódott. Hiénák üvöltöttek körülöttük, és a tomboló széllel szemben meneteltek a csatatér felé. Kumbhakarna ügyet sem vetett az ómenekre. A Lankát védő bássákon túl megállt, s vészlós jó nevetéssel végig pillantott a majmok áthatolhatatlan felhőnek tűnő seregén. Amikor a majmok meglátták az óriást, a szélrózsa minden irányába menekültek, mintha csak bárányfelhőket kergetett volna szét a szél. Kumbhakarna mennydörgő üvöltése felkavarta az óceánok vizét, megrengette a hegyeket, és a majmok egy része ájultan esett össze az elviselhetetlen hang hallatán, míg mások rémületükben nyakukba szedték a lábukat, s futottak, amerre láttak. Fejvesztett menekülésük láttán Angada rájuk kiáltott. Hát megfeledkeztetek a vitézségetekről, a bátorságotokról, a származásotokról? Miért futtok el gyáván, mintha közönséges majmok lennétek? Ez az óriási rákszasza nem fog sokáig ijeszgetni bennünket, hiszen a mi védelmezünk Ráma és Laksmana. Harcra fel, vána rák! A majmoknak visszatért a bizodalmuk. Megfordultak és köveket, meg hatalmas fákat ragadva álltak Kumbhakarna elé, aki már száguldott is feléjük. A súlyos kősziklák és gyökerestül kitépett rettentő szálfák azonban mit sem értek a szörnyeteg ellen. Szilánkokra zúzva hullottak a porba. Kumbhakarna lenyújtotta a karját és százával emelte magasba a majmokat, hogy aztán dühösen földhöz vágja őket. Úgy pusztította a vánarák seregét, mint ahogy a tűz emészti fel a száraz fát. Megszámlálhatatlan vánara harcos feküdt már vértócsában a porban. A majmok hanyat homlok vonultak vissza. Egyetlen ugrással elmenekültek, nem néztek se jobbra, se balra. Volt, aki a hídon menekült az óceán túlpartjára, mások még mindig a levegőben repültek a rákszasza félelmetes ütésétől. Halálra vált arccal kapaszkodtak fel a hegyoldalakra, vagy bevetették magukat az óceán vizébe. Az egész hadsereg elfutott ilyettében. Angada kétségbe esetten igyekezett visszahozni őket. Vissza! Vissza! Hol akartok elbújni ezelől a szörnyeteg elől? Ki kell állnotok ellene? Mit mondtok majd a feleségeteknek, hogy gyáván elmenekültetek a csatából? Hát elfelejtettétek, milyen büszkék voltatok magatokra? A gyávákra sehol nem vár boldogság, és az igaz lelkek mindig elítélik őket. A majmok azonban nem hallgattak rá, csak futottak, ahogy a lábuk bírta, és úgy kiabáltak vissza. Ezt a rákszaszát nem lehet csatába legyőzni, most nincs idő a bátorságunkat fitoktatni, az életünk forog kockán, elmegyünk. Angada és Szugriva azonban Hanumánnal és jó néhány majom harcossal együtt rendíthetetlenül kitartott. A vánara hadvezérek aztán valahogy mégis megállították a majmokat, s emlékeztették őket, hogy Ráma legyőzhetetlen. Szívhez szóló bátorító szavaikkal meggyőzték őket, hogy szálljanak szembe Kumbhakarnával. Angada vezetésével aztán újra megindult a támadás. Ezer meg ezer majom rontott Kumbhakarnára, de az óriás egy pillanat alatt lesöpörte őket magáról a láncsájával. Jobbra-balra kaszabolta a majmokat, és úgy falta őket,
ahogy Garuda a kígyókat. A vánarák csak nagy nehézségek árán tudtak a frontvonalban maradni. Mint az óceán hullámai, újabb és újabb ráksaszák siettek Kumbhakarna segítségére rettentő csatakiáltásokkal. Áldáz erővel tombolt a harc a két sereg között, és Kumbhakarna szörnyű pusztítást végzett. A rettenthetetlen majomharcos Dvivida óriási sziklatömböt hajintott Kumbhakarnára, de a ráksasza kivédte, s a szikla a körülötte harcoló sokszáz démont, szekeret, lovat és elefántot temette maga alá. A démonok visszavágtak, a halálos nyilaikkal egymás után metszették le az üvöltő majmok fejét. Hanumán felugrott, s a levegőből köveket és fákat zúdított Kumbhakarna fejére, de Kumbhakarna lándzsájának egyetlen mozdulatával lesöpörte magáról valamennyit. Hanumán ekkor óriási alakot öltött, és Kumbhakarna elé ugorva egy hatalmas hegycsúccsal mellbe vágta. Az óriás megtántorodott, de hamar összeszedte erejét, és lándzsájával rettentő ütést mért ellenfelére. Hanumán félájultan, vért hányva hanyatlott hátra. Amikor Hanumán a földre rogyott, a ráksaszákból kitört a diadalittas üvöltés. A majmok újra menekülőre fogták, de Nila eléjük állt, és megint rendezték soraikat. Nila felkapott egy súlyos sziklatömböt, és iszonyatos erővel Kumbhakarnára dobta. A ráksasza azonban észrevette a felé tartó sziklát, felemelte őklét, és a rettentő kőszikla már is szikrázva, lángolva tört darabokra. Ekkor öten a majmok vezérei közül körbevették Kumbhakarnát, s minden oldalról rátámadtak. Ütötték, vágták puszta kézzel, kősziklával és hatalmas gyökerestől kitépett fákkal, rúgták és marták. Felkapaszkodtak a lábára, s fogukkal, karmukkal tépni kezdték. Száz és száz majom rontott az óriásra, de Kumbhakarna egymás után szedte el őket testéről, és hajította kitátott szájába. Orrán és fülén majmok repültek ki, ahogy újra meg újra a szájába terelte őket. A ráksaszák óriási szörnye olyan volt, mint maga a halál szállt volna alá, hogy minden teremtett élőlényt elpusztítson. A hős majomvezérek egymás után támadtak rá, ő pedig egymás után verte vissza ellenségeit, Szugriva megragadott egy hegycsúcsot, és bátran elé állt. Most tanulja lehetsz a vitézségemnek, ráksasza, kiáltotta. Hagyd most a majmokat, és állj ki velem, ezzel a hegyolommal foglak agyonütni. Ismerlek, majom, hahotázott mennydörgő hangján Kumbhakarna. Brahmá unokája és a dicső Riksa Rádzsa fia vagy. Elém mertél állni? Hát most szedd össze minden erődet. Szugriva ebben a pillanatban útjára engedte a rettentő kősziklát. Mellbe találta vele a démon, de a hatalmas sziklatöm apró darabokra törve hullott a földre, s Kumbhakarna szinte meg sem érezte. Dühében Szugrivára dobta szikrázó lándzsáját, de Hanumán röptében elkapta, és a térdén ketté törte. A vánarák boldog újongásban törtek ki. Kumbhakarna őrjöngő dühe fellángolt. Villámsebesen elrepült a Malaja hegyhez, és letört egy hatalmas csúcsot. Meglendítette és Szugrivára hajította. A majmok királyát eltalálta a sziklatömb, és ájultan összeesett. A ráksaszák diadalitasan ordítottak, azt gondolták, Szugriva meghalt. Kumbhakarna odaszaladt az ájultan heverő majomhoz, hóna alá csapta és már száguldott is vissza Lanká városába. Ha a majmok királya meghal vagy fogságba esik, a seregének is vége. Kumbhakarnát ünneplő ráksaszák fogadták a város kapujában. Virágesővel köszöntötték, illatos vízzel permetezték. A hűvös csöpek Szugrivá arcára hullottak, és ettől egy szempillantás alatt magához tért. Ahogy körülnézett, látta, hogy rá van a palotája felé viszik. Minden erejét megfeszítve megfordult, elkapta Kumbhakarna fülét, és egyetlen mozdulattal letépte. Aztán leharapta az orrahegyét, és körmével felszántotta az oldalát. Kumbhakarna felüvöltött fájdalmában, és messzire dobta magától a majmot. Szugriva felpattant, mint egy labda. Felszökkent a tetőre, egy hatalmas ugrással átrepült a városfalak fölött, s már ott is volt a majmok táborában. Kumbhakarna tombolt haragjában. Arcán patakokban ömlött a vér, ám egy rettentő buzogányt felragadva rohant újra a csatatérre. Újra a majmok közé rontott, és ezrével szedte áldozatait sorai között. Ekkor Lakshmana állt Kumbhakarna elé. Íjából azonnyomban két tucat tüzesnyíl süvöltött a démon felé, s a karjába fúródott. A herceg szünet nélkül lőtte nyilait, s Kumbhakarna testét hamarosan
Mindenhol nyilvesszők borították, mintha arany felhőbe burkolózott volna. A ráksasza könnyedén lesöpörte magáról a nyilakat és felnevetett. Ó, herceg, vitézséged igazán bámulatra méltó. Ellenem még Indra vagy Jamarács sem merne kiállni a csatában. Én azonban csak Rámával harcolok. Hol van fivéred? Ha őt megölöm, véget vetek a háborúnak. Katonáim gyorsan végeznek majd a megmaradt majmokkal. Ráma meghallotta a dőfös kihívást. Harcolj akkor, büszke démon, kiáltotta, és sűrű nyílzáporral válaszolt Kumbhakarnának. A számtalan nyilvessző mindent találta az óriást, aki rettentő buzogányát magasra emelve rohanni kezdett Ráma felé. Ráma aranytollú nyilai azonban darabokra törték a súlyos buzogányt, és ezrével fúródta Kumbhakarnába. A démon testét elöntötte a vér, mintha patakok csordogálnának egy hatalmas hegyen. Kumbhakarna őrjöngő haragjában pusztított, akit csak ért, majmot és démont egyaránt. Megragadott egy hatalmas sziklát, és Ráma felé hajintotta. A herceg azonban hegyes nyilaival a levegőben darabokra zúzta, és a szanaszét hulló szikladarabok 200 ráksaszát öltek meg egy pillanat alatt. Ezer és ezer majom rohanta le Kumbhakarnát. Ráugrottak és a földre akarták rántani, de az úgy zászta le őket, mintha szúnyogok lettek volna. A harc megrészegítette, és nem látott se barátot, se ellenséget. Ölt mindenkit, aki a szem elé került. Itt az ideje, hogy végezzek vele, gondolta Ráma. Megmarkolta íját, és oda kiáltotta démonnak. Légy erős, ráksaszák, vitéz ura, és harcolj! Tudd meg, aki előtted áll, a ráksaszák egész nemzetségét letörli a föld színéről. Ütött az utolsó órád, kezem által fogsz ma meghalni. Kumbhakarna sebesen Ráma elé viharzott, de hirtelen Vibhishana ugrott elé, s kettőjük közé állt. Csak gyere, fivérem, és sújts le, mondta Kumbhakarna Vibhishanának. Ne gondolj most a testvéri szeretetre, maradj hű harcosi kötelességedhez. Ó, Vibhishana, egyedül te válthatod meg a ráksaszák népét. Egyedül te ismered a becsület és erény törvényeit. Nem öllek meg, inkább védelmet érdemelsz tőlem. De most állj félre. Többé nem tudok uralkodni magamon, a féktelen düh arra kényszerít, hogy öljek. A ráksaszák érdekében mindig jó tanácsot adtam Rávanának, mondta Vibhishana könnyes szemmel. Ő azonban megtagadott, és így Rámánál kerestem oltalmat. Ezért állok ma eléd a csatatéren. Ráma megvigasztalta Vibhishanát, és arra kérte, álljon félre. Elérkezett az idő, hogy végezzen Kumbhakarnával. Kumbhakarna ekkor rémisztő, szörnyű nevetéssel így szólt Rámához. Én nem vagyok Viráda vagy Kabanda, nem vagyok sem Kara, sem Dúsana, sem Váli, sem Marícsa. Kumbhakarna vagyok, és a halálodat jelentem ezen a csatatéren. Jobb, ha nem becsülsz alá. Mutasd meg, mit tudsz, ó Ráma. Ma végzek veled, és felfallak. Ráma nyilai a villám sebességével süvöltöttek Kumbhakarna felé, s a testébe fúródtak. Ám a félelmetes nyilvesszőket, melyek annak idején 7 hatalmas száfát és magát a földet is átfúrták, a démon meg sem érezte. Kumbhakarna hatalmas buzogányt ragadott a kezébe, spörgetni kezdte maga körül, visszaverve Ráma nyilait. Eget, földet rázó, szörnyű nevetéssel suhogtatta buzogányát, és minden nyilvesszőt elhárított. Ráma ekkor húrjára illesztett egy nyilat, s a szél vájú erejével hatalmazta fel. A nyilvessző keresztül zúgott a csatatéren, és egy pillanat alatt lemetszette Kumbhakarna buzogányt tartó karját. A félelmetes kar buzogányostól repült a katonák közé, és ezer majmot és ráksaszát pusztított el. A ráksaszák kinyugban felüvöltöttek, és az iszonyú hangtól megremegett az ég, és meghasadtak a sziklák. Kumbhakarna levágott karjával olyan volt, mint egy hatalmas hegy, melynek csúcsát egy rettentő kard metszette le. Megmaradt karjával ekkor felkapott egy pálmafát, és sebesen Ráma felé szágúdott. Minden lépésénél megrázkódott a föld, és a távoli erdőkben gyökerest üldöltek ki a fák. Ráma egy újabb égi fegyvert vetett be, ami a démon másik karját is levágta. Kumbhakarna karja mennykőcsapáshoz hasonló robajjal csapódott a majmok és a ráksaszák közé. Vállából vastag sugárban ömlött a vér, de még mindig elszántan küzdött. Dühött ordítását a majmok képtelenek voltak elviselni, fülükre tapasztott kézzel menekültek, amerre láttak.
Ráma egy félhold alakú nyilvesszővel ekkor a két lábát is lemetszette Kumbhakarnának. Ám a rákszasza óriás nem adta föl, és szélsebesen rohant Ráma felé. Tátott szájából fül siketítő vadordítás hallatszott, de Ráma egy pillanat múlva ezer és ezer nyillal tömte be. Ekkor egy drága kövekkel kirakott, fényesen ragyogó nyilvesszőt illesztett íjába, s a Brahmasztra erejével felhatalmazva Kumbhakarnára lőtte. A sebesen repülő nyíl fénylő üstökösként világította be a négy égtájat, majd levágta Kumbhakarna fejét, mintha a Himalája csúcsát metszette volna le. Kumbhakarna feje két arany fülbevalójával ragyogva röpült a levegőben a Brahmasztra erejétől, akár a felkelő hold. Lanka városának bástyáira esett és földig rombolta az északi kaput. Teste is messzire röpült, s hatalmas az egész partot elárasztó hullámokat vetve az óceánba esett. Az égen összesereglett félistenek és risik boldogan ünnepelték Ráma győzelmét. A majmok körülvették, s diadalitesan magasztalták vezérüket. A rákszaszák döbbenten, ámulva vonultak vissza városuk falai mögé, Ráma pedig úgy ragyogott majmai között, mint a felhők mögül előbúvó nap. Hamarosan a 9. fejezetet fogom felolvasni, melynek címe a rákszaszák alul maradnak. Jaj, Rámaján ki jaj, Krishna darbadász ki jaj, Jaini tájgóra prémanandé, hari hari bol, góra bakta vinda ki jaj. A Brahmasztra fegyver, az tulajdonképpen atomfegyver, tehát a jelenlegi korban atomfegyver méretű, és érdekes módon ugye a Kurukshetrai, tehát a Bhagavad Gita-ban vagy Mahabharatában játszódó csatában is bevetették a Brahmasztrát. Ugye Kurukshetra India talán egyik legnagyobb zarándok helye, és a mai napig kimutatható a radioaktív sugárzás, úgyhogy a környéken nincs uránybánya, meg atomerőmű, meg semmi ilyesmi nincsen, de a radioaktív sugárzás az kimutatható, hogy kb. 5000 évvel ezelőtt itt valami atombobbarobbanás volt. Ez a Brahmasztra fegyver, tehát ez egy létező fegyver, illetőleg így most már feltűnik, hogy ebből jó néhány olyan rész ugye kimaradt, mert hát ugye ez egy összefoglalás, vagy egy ilyen rövidített verzió, hogy Indrajit, tehát Indrajitnek azért az a neve, hogy Indrajit, mert aki legyőzte Indrát, ennek ez a fordítása az ő nevének, ugye ő az egyik legnagyobb hős a Rámajánban a démonok oldalán, és ő amikor kilőtte a kígyó fegyvereket, és elalélt a két herceg, tehát Ráma és Laksmana, akkor ő levitte őket a patalókára, tehát a pokolbolygókra, és Káli istennő előtt akarta feláldozni őket. És már elő voltak készítve, meg minden, de ugye nem hajtották a fejüket a tönkre. És Hanumán egy ilyen légynek, tehát ugye Hanumán bármilyen formát fel tud venni, és egy légynek átszázva magát oda repült Káli istenő füléhez, és megbeszélte vele, hogy hát neked úgyis mindegy, hogy kinek a vére, ne a két herceg legyen már, hanem Indrajit, pillanat. Mire Káli istenő azt válaszolta Hanumánnak, hogy rendben van, tehát én elfogadom Indrajit vérét is, meg fejét áldozatként, de hogyan fogod megölni? Mert az oké, hogy levágod a fejét, de az élet energiája 5 különböző helyen van, tehát 5 mécses ég egyszerre, és azt az 5 lángot egyszerre kell elfújni, hogy Indrajit elpusztuljon, tehát hogy meghalljon. És Hanumánnak van egy olyan képessége, hogy 5 feje tud hát ezt hogy mondjam nektek, tehát mint a kivetíteni, tehát 5 feje tud megnyilvánítani, és ezért van az, hogy Hanumánt nem ritkán látható olyan ábrázolásban, hogy 5 feje van, de csak 2 keze. Tehát nincs mindegyik fejhez külön kéz, ugye annál nagyobb félisten valaki, minél több feje és minél több keze van. Tehát azt hiszem Durga Devinek is vagy 4 vagy 8. Hát az Úr Brahmának ugye eleve 3 feje van, de van 4 fejű, 8 fejű, 1000 fejű Brahmá, tehát ugye attól függ, milyen univerzum teremtője.
Na lényeg az, hogy Káli istenő azt mondta Indrajitnek, hogy hát Indrajit, hát ezek hercegek, ők nem tudják, hogy hogy kell letérdelni, meg odahajtani a fejüket a tönkre. Hát mutasd meg nekik. És Indrajit letérdelt, és odahajtotta a fejét a tönkre, és a Hanumán, aki addig egy légy volt, hopp, Hanumán lett puff, avval az odakészített bárdal lecsapta Indrajit fejét, és abban a pillanatban megnyilvánította az öt fejet, és egyszerre elfújta az öt mécsest, ahol Indrajit az élet energiáját tartotta. És úgy hozta vissza őket a felszínre, és ebből lehet, hogy a kívülállók annyit láttak, hogy kígyó fegyverek megtámadja, amit, hogy nyilak, amikből kígyók lesznek és elalélnek a hercegek, de tulajdonképpen ez alatt, az idő alatt ők ezt így megjárták, ezt a sztorit, és visszakerültek ugye az égbe. Hát a kígyókat pedig ugye nyilván Garuda üldözte a szélrózsa minden irányába, Ausztráliába és főleg Afrikába, ugye ezek a mérges kígyók, pillanat. Valamint azt nagyon fontos tudni, hogy ezek a kettelések, ezt úgy mondjuk, hogy kettelés, tehát ezek a történetek, amik ezekben az eposzokban, van, aki szerint mítoszokban le van írva, ezek tulajdonképpen kizárólag azt a célt szolgálják, tehát Isten, tehát Krisna valamilyen inkarnációjában, ugye van 10 fő inkarnáció, ebből a 7. Ráma. Ők azért jönnek le a Földre ezekre a kettelésekre, tehát ezeket a sztorikat, hogy bemutassák, hogy tanítsák az emberiséget. Tehát ebben a történetben szereplő összes személy, vagy félisten, vagy eleve a lelki világból jött, tehát konkrétan Rávana, ő, tehát a ráksaszák vezére, aki ilyen szinten legyőzhetetlen minden, ő a lelki világ ajtón állója, tehát ugye Jai és Vijay, tehát ők nekik volt egy olyan átok, hogy a földi birodalomba, földi bolygórendszerbe alá kell szállni, és háromszor kell démonként megtestesülniük, és mind a háromszor Krisna ellen kell hadba lépniük, vagy hadba szállniuk. De nekik ezért van ilyen iszonyatos erejük, meg képességeik, pillanat. Tehát ezekben a kettelésekben, ezekben a történetekben nem ilyen miféle ilyen húsvér figurák szerepelnek, hanem konkrétan a mennyei birodalomból különböző félistenek vesznek föl különböző szerepeket, pro-kontra, és ezek a kettelések, tehát ezek a mondjuk úgy színjátékok csak és kizárólag azt a célt szolgálják, hogy az emberiséget tanítsák. Tehát a Rámaján egy borzalmasan hosszú és nagyon részletes leírás erről az egész sztoriról, és ennek a fő tanítása egyébként az, hogy egy uralkodónak hogyan kell viselkednie. Tehát tulajdonképpen Ráma megtestesíti a megfelelő uralkodót. Itt ugye vannak még nagyon-nagyon sok ilyen melléktörténet, meg mellékszál, ami ebben a rövidített verzióban egyébként nem jelenik meg, pillanat. Tehát a Rámaján eredetileg ugyanilyen néhány soros versekből, slókákból áll, amihez ugye tartoznak magyarázatok, de ezek hihetetlen komoly tanítások. Azért így is átmegy valamicske, tehát ugye miről másról szólna, mint arról, hogy az erény és a becsület mindig győzedelmeskedik, és ugye a legfontosabb tanítás, hogy aki megvédi a darmát, azt megvédi a darma. És a darma bizonyos esetekben ugye, hát a darma azt jelenti, hogy természete valaminek, de ebben az esetben a vallást jelenti. Tehát a vallásosság az azt jelenti, hogy ugye jelen esetben ebben a mondjuk úgy sztoriban is vannak a démonok és vannak a félistenek. Ezt ugye úgy is mondhatnánk, hogy vannak az isteni és démoni tulajdonságokkal rendelkező résztvevők, de ezek valójában mi vagyunk. És ez az egész sztori bennünk zajlik. A démoni az amúgy nem azt jelenti, hogy rossz, hanem úgy is lehet mondani, hogy van az isteni,
meg a nem isteni tulajdonságokkal rendelkező csapat, de ez mind a kettő bennünk van, és ez folyamatosan harcol bennünk. Na most a nem isteni tulajdonságok sem biztos, hogy rossz tulajdonságok, tehát ha figyelmesen hallgattátok eddig a sztorit, akkor ugye elmondták, hogy a démonoknál is templomok, szent mantrák vibrálása, a védák tanulmányozása, tisztító folyamatok végzése, lemondások, vezeklések, rá van a 10 000 évig vezekelt, mire erre az erőre szert. Tehát 10 000 évig vezekelt. Tehát nagyon-nagyon-nagyon komoly lemondásokat és vezekléseket végeztek. Annyi különbség van a démonok meg a félistenek között, hogy még a démonok mindent magukért, addig a félistenek mindent mindenki másért. És tulajdonképpen az ember szertesz erre a tulajdonságra, hogy a cselekedeteit nem önző céllal és magáért teszi, hanem a, mondjuk úgy a közjóért, pillanat, azzal tudja erősíteni önmagában az isteni tulajdonságokat, amik erősítése okán vagy által a démoni tulajdonságok egyre jobban csökkennek, és minél inkább önzetlenül tud viselkedni, és már gondolkodni is, tehát, hogy már nem jelenik meg semmilyen önző vágy, mindig csak a mások felé végzett és tanúsított önzetlen, mondjuk úgy szolgálat, előbb-utóbb teljesen eltűnnek a démoni tulajdonságok, tehát konkrétan nem azon kell dolgoznod magadban, hogy kitisztíts vagy kiírsd a démoni tulajdonságokat, csupán azon kell fáradnod, hogy erősítsd az isteni, félisteni tulajdonságokat, mert ez egyszerűen magával hozza azt, hogy a démoni tulajdonságok elpusztulnak benned, így egyszerűen eltűnnek, és amikor mindegyik eltűnt, legutoljára egyébként az irigység, akkor hazatérünk vissza Istenhez. Én 5 éve lakok itt, de ennyi repülő egy nap, mint ami például ma is, meg mostanában, most ez a karácsonyi, meg újévi időszak van, ilyenkor eszméletlen repülőforgalom van, valami borzalom. Körülbelül másfél percenként, 2 percenként mennek a gépek, valami elképesztő. Igazából nekem nem tűnik föl, mert én ugye annyira megszoktam, csak hát ilyenkor videókészítés közben ugye mindig meg kell álligatni a videót. Szóval remélhetőleg egyszer meg fogom tudni szerezni a Rámajának egy hosszabb verzióját magyarul, vagy ha esetleg valakinek a birtokában van, és kölcsönzi nekem addig, amíg én azt nyilvánosan felolvasom, akkor nagyon szépen megköszönöm. Tehát a Rámajánt, mert ez létezik egyébként még magyarul is egy lényegesen részletesebb és nagyobb kiadásba, valamit, amit még meg tudok oldani, hogy hamarosan megkapom majd postán, ami a Rámajánból kimaradt, ez egy külön felolvasás lesz, abban rengeteg további információt fogtok hallani, de a legfontosabb, hogy minél többet ír... Na, tessék, ezt nem lehet elhinni, komolyan mondom. Szóval minél többet kell ilyen témájú, ilyen hangvételi, ilyen energiájú irodalommal társulni, mert ezek már önmagukban véve szukritik, tehát egyfajta lelki cselekedetek, és ennek, tehát például a Rámajának, a Mahábáratának, hát aztán főleg a Bhagavad Gita-nak, a Srimad Bhagavatamnak pusztán a hallgatása is már erősíti az isteni tulajdonságokat és gyengíti a démonikat. Ami még egy nagyon-nagyon nagy áldása, akkor is hat, ha nem hiszel benne. Tehát a Hare Krishna Maha Mantra is pontosan ilyen, nem kell benne hinni, egy hónapig, 10 percig csinálja az ember, minden nap 10 percig mondogatja, hogy Hare Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari, és egy hónapon belül már érzi a változást. De mondom, akkor is, ha egyáltalán nem hisz benne. Legalábbis én ennek jártam utána oly módon, hogy elkezdtem mondogatni még Budapesten, és egyébként most itt vagyok. Na jó, van, elköszönök, mert már nem győzöm kibekapcsolgatni a telefont. Köszönöm, hogy meghallgattál, remélhetek holnap folytatjuk. Hare Krishna, Hari Hari Bol.